Körrestaurátor vagyok, és számomra óriási felfedezés volt, amikor itt a település mellett ilyen barlangokat találtam, egy egész fűzére való van belőlük, és ahogy közelebbről megnéztem, azt hittem, hogy először talán ősemberek barlangjai, de rájöttem, mert ez a kőanyag, ami itt van, hát ebből épült Budapest, még az országház is. Persze, ezek ma már mind a világörökség részei, és ezek innen származnak. Na hát. Országház kőfejtő. Óriás, mesterséges barlangok ásító mélye húz. A hatalmas termek az emberi furfang és erő mementói. Győzelem a kemény sziklák felett. A hűvös, sima falak magukba zárták a csákányok zaját, s a legördülő kövek robaját. És a kiáltást, vigyázz! Veszélyes a hely. A hegy könnyen bekebelezheti az illetéktelen behatolókat, ám lehetőséget is adott. Értékes tartalmát, a középkemény mészkő réteget. Biatorbágy határában már a 18. század elején bányáztak követ. Igazán jelentőssé a kőbányászat a 19. század végén a kiegyezést követően vált. A bányák többsége a Sándor Metternich uradalom birtokában volt, de községi, sőt magánbányák is működtek. A kövek javát a rohamos fejlődésnek indult fővárosba szállították. Emészkő adja a büszke országház építőanyagának egy részét. Egy kőhajításnyira az országház kőfejtőtől a Bolha-hegy is magán viseli a nehéz mesterség nyomait. Szelíd domborulataiba mélyen bevésődött a szekérút, a külszíni fejtő csupasz falai csákányomoktól feszítő vasaktól karcosak. A kőbányászat a múlté, de az útmenti keresztek, sírkövek s a biai házak, kapubálványok ma is tisztelegnek az egykori bányászok előtt.